Sziasztok, PC Guru nézők és társalgok! Itt ülünk Bodakkal Ádámmal. Hello! Én Bőti vagyok. És a White Label-től kaptunk egy High Noon-t, amit igazából még tartogattam, mert hogy várható hozzá mindenféle kiegészítő, de azok csúsznak, úgyhogy most az alapjátékot megmutatjuk, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy csak cikk lesz a kiegészítőkről. Ez egy 60-120 percre datált játékidejű játék, 9 pluszos, 2-4 játékos részére, és hát lényegében egy vadnyugati pisztolypárbaj az egész. Nem lesz olyan nagyon nehéz, hogyha 9 pluszot írnak rá. Nem. Maga a játékmenet az elég egyszerű. Még a mai napig nem jöttem rá, hogy mi alapján döntik el, hogy melyik hány éves kortól ajánlott, mert van olyan 14 pluszos játék, amit így simán tudok játszani otthon a 8 éves gyerekkel is. Jó, nyilván kis segítség kell a szöveges részek, főleg angol szöveges részek értelmezésében, de amúgy meglepően gyorsan képesek megjegyezni olyan dolgokat, hogy én nem emlékszem rá két körrel később, hogy mi hogy volt. Nem tudom egyébként, elvileg ugye az összetettség, maga a téma az, ami sokszor tett, hogy egy a téma, igen, persze. Az biztos más. Hat a dologra, de így néha rejtély számomra legalábbis. Kapunk egy elég vaskos, egész vaskos szabályfüzetet. Mondjuk tömény illusztrációval kezdünk. Igen. Komponens és folytatjuk az összes kártyalapot mindent bemutatva. Teljes csapatképpel. Hát itt az a lényeg, hogy igazából fegyvereket szerzünk, tokenekkel, kártyákkal, akciókat, és a többi felállítjuk a csapatunkat különböző helyszíneken, moduláris táblabon, és akkor összeeresztjük a karaktereket, akik megharcolnak egymással. Mondom, egy pisztolypárbaj, az akciók azok, amik mutatják, mindegyiknek van kártyáknak egy támadási értéke, védekezési értéke, extra hatás, és akkor ezeket kombinálva kiderül, hogy ki az, aki túléli, ki az, aki meghal, illetve milyen eredményeket kapunk még. Kis térkép. Csak ilyen poszter jelleggel. Igen. Az ilyen kis extra. Lehet fedezékbe bújni, ami mondjuk jó pofa, és akkor ugye extra hatások érvényesülnek szintén. De jó a ragasztója. Hát a másik fele már ki is van szakadva. A játéktábla, gondolom, hogy zajlik a harcacáré. Igen, és akkor itt látszik, hogy mi az a... Tehát ugye vannak a falak, amiken nem lehet átmenni, meg vannak ajtók, vannak ablakok. Az ablakokon át lehet vetődni, de az valamiféle negatív hatással bír. És akkor amik ilyen tereptárgyak, különböző bútorok és a többi, azok pedig használhatók fedezéknek. Az egyoldalas. Ezek az alapok, és akkor ezek a külső területek. Itt is különböző lehetőségekkel, szekér például. Ezek ilyen műanyag lapok. Tulajdonképp, legalább nem kopik el olyan könnyen. Meg nem szórja magából a történetet. Mondjuk ez lehet, hogy kicsit csúszós lesz az asztalon. Igen, pláne a tokenekkel és a többi. Itt vannak a karaktereknek a lapok. Ezen haladunk majd mindig jelölővel, ahogy mennek a csaták, és akkor ugye úgy lehet meghalni. Mindenkinek van egy lépésszáma, milyen távolságba tud elérni, milyen, mennyi aranyat kap, vagy ér, most ezt nem is tudom, hogy játék közben kiderül. Mindig, amikor valakit elintézel, akkor azért kapsz aranyat. Az lényeg, hogy minél több aranyat gyűjtsél, mert az hozzá a játék végén a győzelmet. Vagy nyugati hősök, banditák, indiánok. Mindenkinek saját pakli van. És benne Vinetú. Ez kötelező tartozik? Hát nem. Na,
most én küzdök Manitou kártyapaklival. Na, örülök neki, hogy nem csak én szoktam szenvedni. Hát ez most átverős volt, mert elvileg itt kéne bontani, de nem nagyon adja magát. Erre mondtam én már egyszer, hogy azt hittem, hogy azt közben mégsem. Azt közben mégsem, úgyhogy ilyenkor jó, hogyha van snitzer. És akkor ilyen egyszerűen dizájnolt kártyákon látjuk a megfelelő karaktert. Ugye ez mindig adott karakterhez tartozik. Mi a támadása, mi a védekezése. Van egy kézlimit természetesen, bár elég nagy, talán 12, hogyha jól emlékszem, de mindenképpen a megszokottnál magasabb. És akkor ezekre még rásegítenek a tokeneken talált extra tárgyak, amiket pedig a helyszíneken lehet belútolni. És akkor minden csapatnak ugye megvan a saját kártyapaklia. Az jelezve is van, The Roy Gang és a társai, valamint, hogyha sikerül kivenni, akkor itt vannak különböző tárgyak, most már biztosra megyek. Whisky, béke, pipa, dohány, dinamit. Hát gondolom, igen, a megszokott. Van étel, van fegyver, meg vannak különböző extra lehetőségek. Na, kávé is kávé. Van. Kávé. Félkész állapotban. Kígyóolaj, cigaretta. Még több kávé, még több cigaretta. Még több cigaretta. Az tiszta egészség, főleg a pisztoly. A fegyvereket ki lehet egészíteni. Plusz extra hatások. Hát az a lényeg, hogy minél többet sebezél, sőt van olyan, hogy esetleg védekezésből tudsz támadni. És akkor így vannak az extra paklik, van medical kit. Tud lehet gyógyulni. És akkor kapjuk az arany rudakat, és ugye a jelölők a karakterekhez, plusz itt vannak a különböző extrák, amiket felvehetünk, és hogyha felvettük, akkor ez már itt ki van lootolva. Tehát ezek le vannak téve a különböző helyszínekre, és hogyha oda mész mellé, akkor megszerzed. És ami fontos, ez gyermekkorom játékait idézi, a minik. A minik. Ugyanis ezek így abszolút a régi időknek az ilyen katonás, vadnyugati különböző kis műanyag figuráit idézi fel bennem, és akkor ugye szín szerint a különböző csapatokat kapjuk meg. Hát egyszer voltak ezek a kúszó, mászó ágyúval rendelkező katonák, annak idején műanyag katonák, meg voltak az ilyen kis vadnyugati. Lapított zöld fröccsöntő katonák. Annál egy kicsit persze ez jobb minőségi, de azért azt juttatja az eszembe. És akkor különböző bandákat kapunk még majd a kiegészítőkkel, meg egy extra lehetőségeket, de az alapkoncepció ez, hogy akkor különböző területeken, különböző módokon megküzdjön egymással minden banda, és minél több aranyat gyűjtsön ezzel együtt. Gondolom, akik többen vannak, azok gyengébben lőnek, akik meg kevesebben, azok mondjuk jobban? Valószínűleg igen, vagy valami ilyesmi. Mindenkinek megvan a saját előnye, hátránya, és akkor ugye a kártyákkal ezeket tudjuk még befolyásolni. Hát egy elég egyszerű, tehát hogy azért ez nem egy vadnyugati legendák, vagy ilyesmi, hanem egy egyszerűbb ilyen, mondjuk Battle Royale-nak, skirmish-nek. Skirmish, legyen skirmish. Egyszerűsített. Egyszerű, igen. Egy ilyen kártyás, családi belépő szintű skirmish. Így ez alapján, igen, aztán majd meglátjuk, hogy meglátod. Meglátjuk persze élesben, meg hát kíváncsi vagyok majd a kiegészítőkről, hogyha befutnak. Most nem is emlékszem pontosan, hogy mik vannak, de az biztos, hogy új banda az például van benne értelemszerűen, mert azért a 4 ez nem olyan sok. De ez egy kezdő szett, ugye, hogy rá is van írva a dobozra. Ez is Kickstarterről jött.
A kiadónak mindenképpen köszönjük, illetve hogyha bárkinek van már tapasztalata vele, játszott vele, akkor az nyugodtan írja meg. Nem tudom még most tényleg, hogy a kiegészítőkről lesz-e majd videó, ez majd a mennyiségtől, minőségtől függ. Minden esetre úgy gondoltam, hogy itt az ideje megmutatni az alapjátékot, cikk az lesz róla. És hát aki szereti a témát, az végül is így lehet, hogy az érdeklődését az sikerült megfogni, vagy felkelteni a játékkal, majd meglátjuk, hogy ki hogyan vélekedik róla. Ahogyan mindig, iratkozzatok fel, csengettyűzzetek, kövessetek minket, hogy legközelebb sem maradjatok le. Sziasztok! Hello!